az. Csokolom! Jó napot kívánok! Jaj, csokolom! Hát nagy megtiszteltetésben van részem. Köszönöm szépen. Klárika néni, önkormányzat nevében, valamennyi képviselőtársam nevében, alpolgármester úr nevében nagyon sok boldog névnapot kívánunk. Erőben, egészségben, még sokáig nagyon szép, gyönyörű falak között. Nagyon szépen köszönöm. És nagy megtiszteltetés a, hát most segítség. Már 16 éve, így. Hogy végzem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon boldog. Szabad köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kedő csókolom, és jó napot kívánok. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm szépen. És ez nekem nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés. Nekünk meg öröm, hogy itt lehetünk ilyen alkalattal is. Nagyon szépen köszönöm. Tő Simon István az akkori portás volt. És épp egy foci meccset nézünk az udvaron, nagyapámmal, és az ölébe ott ülök én. Bétó Telek, aki közel 30 évig volt főmolnár a Karcagi Malomban. Az előzőekben dr. Sutő Mihályné Klárika néni köszöntötte Szepesi Tibor és Gyurcsak János alpolgármester úr a névnapja alkalmából, de hát az rögtön kiderült, hogy ön sokkal többet tud erről a Köves Daláló Múzeum tárgyairól, mint amit előzetesen gondoltunk volna. Hogy is van ez? Igen, igazából nem a darálóról, bár gyerekkoromban jártam ebben a darálóban is, mint ahogy Karcag nagyon sok más darálójában is, hiszen nagyapám a villanymalom főmolnára volt közel 30 évig, és én ott nőttem fel a malom melletti villamosút 3 szám alatt található kis kastélyban. Gyakorlatilag az gyermekkorom a malomban, a malom udvarán, és a malmi dolgozókkal telt. Nagyon sokat jártam papával megnézni a különböző gépeket, ott játszottunk a búzába, volt gyakorlatilag a mi homokozónk, tehát nagyon-nagyon sok emlék köt ehhez az épülethez is, és hát természetesen az épületben található tárgyakhoz, amelyek között megtalálhatók azok is, amelyekkel még nagyapám dolgozott. Azt hiszem, hogy ilyenkor azért az ember kicsit nosztalgiázik, és úgy jó érzések jönnek vissza, meg emlékek. Mi az a legkedvesebb emléke, ami mondjuk a nagypapájához kötődik, amit először mutatott meg önnek, és az úgy megragadt a malommal kapcsolatban? Hát igazából minden részét bejártuk a malomnak. Nagyon nagy élmény volt az, hogy látni működés közben a gépeket, látni nagyapámat dolgozni, de hát nagy élmény volt fölmenni a siló tetejére, aztán amikor megépült az új siló, annak a tetejéről szétnézni és belátni egész Karcagot. Én azt gondolom, hogy minden emlék a gyerekkorból az valamiképpen a malomhoz köt, hiszen a család többi tagja is ott dolgozott a malomban. Úgyhogy nem tudok kiválasztani belőle egyet-egyet. Az kétségtelen, hogy amikor most bejöttünk ide a Daráló Múzeumba, akkor a fényképek között rögtön az első oldalon nagyapámról van egy kép, amin, hát ha jól számolom, akkor én kb. 2 éves lehettem, ahogy ott ülök az ölébe. Azon a malomköven, aztán amiből a malom előtti parkba az emlékmű felállításra is került. És hát azt gondolom, hogy sokat tudna mesélni az ottani nagy családi napokról is, hiszen azért egy 20-30 évvel ezelőtt még ott azért nagyon aktív volt a családi élet is. Így van, nézegetve a képeket, nagy csoportképet gyakorlatilag fel tudtam sorolni az összes rajta lévő személyt, hiszen nagyapámnak is, és hát gyerekként nyilván nekem is kapcsolatom volt velük, dédelgettek, sétálgattunk. Öt foglalkoztak velünk, persze nem csak velem, hanem a többi öt felnővő gyerekkel is. És igen, valóban nagyon sokan bejártak gyerekek, nagyon sokan bejártak családtagok, és olyan délutánok, főzések, labdarúgó mérkőzések kerültek megrendezésre. Emlékszem, még a malomnak a poros udvarán is foci meccseket néztünk, utána pedig jókat játszottunk, beszélgettünk. Tehát valóban egy olyan közösségi élet zajlott a malomban is, amely én azt gondolom, hogy járva-kelve a városban, még mindig megismerve azokat, akik még közöttünk vannak, nagy-nagy köszönéssel még mindig felismer mindenki mindenkit. Azt hiszem, hogy Klárika néninek a munkájáért, amit itt a idegenvezetőként minden csoportnak tart, azt hiszem, hogy hálásak lehetünk, hiszen ezek az emlékek így maradnak fönt, hiszen ő is a nevelő apukájáról beszél mindenkinek, meg egyáltalán a malom történetéről. Ezek ilyen jó dolgok, és azt hiszem, hogy Karcag ebben azért előjár a többi településhez képest is.
Így van, múltunk egy szelete, ami nem is olyan nagyon rég múlt, hiszen néhány éve, 30-40-50 évvel ezelőtt történtek, tehát azt mondhatom, hogy még talán egy-két emberöltővel ezelőtt, de természetesen megtalálhatóak azok a régi emlékek is, amelyek akár több száz évesek is itt a Daráló Múzeumban, és ezeket a gépeket, eszközöket használták elődeink, és ahogy így elnéztem, még van, amelyik ma is használható, tehát ha kicsit karba lenne tartva, beolajozva, akkor még ma is lehetne vele simán darálni és egy háztartást ellátni. Tehát valóban ezek olyan emlékek, amelyekre büszkének kell lennünk, meg kell tartanunk, és az utódainknak meg kell mutatni. És ebben a munkában Klárika néni hatalmas munkát vállalt az utóbbi években, évtizedekben, és hát reméljük, hogy még sokáig bírja erővel, egészséggel. Köszönjük szépen, mi is ezt kívánjuk neki. Köszönöm.